Civilians in danger. Az ott civil! Civil! Az nem civil! Két állat! Serious trauma detected. Szevasztok! Ebben a videóban az Airsoft komolyan által megszervezett Division témájú játékra kalauzollak el benneteket. Akik nem ismernék a játékot és a történetet, azoknak teszek egy videót a leírásba, ami segítségével könnyen képbe lehet kerülni. A játékon különböző frakciók vettek részt. Mi öten sérügynökök, a Joint Task Force, akik minket támogattak a feladatok megoldása közben, a civilek és a fosztogatók. Itt volt továbbá a könyörtelen Black Tusk, valamint a Sakál, aki a civilek között inkognitóból irányította őket. A hangulathoz nagyon hozzátett a hideg, havas időjárás, mivel a történet eredetileg a téli New Yorkban játszódik. Intelligent System Analytic Computer reactivated. All Isaac subsystems operational. Az ügynököknek és a JTL frakciónak három feladata van a játék során. Felderíteni és a parancsnokságra szállítani a SHIELD technológiákat tartalmazó ládákat. Ezekkel az ügynökök különböző új képességeket szerezhetnek. Object of interest detected. NT ügynök jelenti a JTL frakciónak, megtaláltam a hármas számú dobozt a legalsó szint végében. Ezen kívül feladatuk még elfoglalni és megvédeni az ellenőrző pontokat, valamint a legfontosabb, igazoltatásokkal felfedni a Sakál személyazonosságát, elfogni és bevinni a parancsnokságot. Már a játék elején felültetnek minket a civilek, és a sötét pincében a feketében játszó Black Tusk komoly veszteségeket okoz az oldalunknak. Az ott civil! Civil! Az nem civil! Egy találat! Egy! Immediate medical assistance needed. Shade ügynökként különleges képességem, hogy három találatig játékban vagyok, a találat után fedezékben tudok tölteni néhány másodpercet. Két találat! Serious trauma detected. A pályán kószáló civilek bár fegyvertelenek, de nem veszélytelenek. Rendszeresen jelentik a pozícióinkat a Sakálnak, próbálnak kibújni az igazoltatások alól, illetve az is gyakori, hogy együtt mozognak a fosztogatókkal, vagy egyenesen becsalnak minket az ellenfél csapdáján. Megvolt! Agent Vital Signs, zero. Metro, já! 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 Lelopsz egyet, vagy segítsen? Nem, ezt nekik. Az ügynökök 5 darab életkarikával vágtak neki a játéknak, melyek a kivérzés alatt rabolhatóak. Akinek elfogy az 5 karikája, az onnantól áruló és átáll az ellenfél oldalához. A visszaállás után azt a feladatot kaptuk, hogy vegyük fel és szállítsuk le a parancsnokságra a korábban megtalált hármas számú technológiát. Az ötletem az volt, hogy egy pincén keresztül menjünk be az épület legalsó szintjére. Ez sajnos a pince nem vezetett sehová, és mire erre rájöttünk, Safi ügynök jelentette rádiónk, és sikerült eljutnia a hármas ládához. Ráadásul miközben társaságot kaptunk. Safi felvették a hármast. Lehet, hogy inkább fedezni kéne őket innen oldalról. Adjunk elfoglaltságot nekik. Sajnos elég hamar egyedül maradtam a Black Tusk-kal szemben. Igaz, ők ezt nem tudták, én pedig úgy döntöttem, hogy nem adom könnyen magam. Egy találat! Immediate medical assistance needed. Egy
Jó, meghalt! Agent Vital Signs, Zero. Figyelj, itt úgyis végem! Megadtam! A parancsnokságon azt a hírt kaptuk, hogy az egyik ellenőrző pontunk támadás alatt van. Igyekezzünk és segítsük az ott harcoló JTF rajokat, védjük meg az ellenőrző pontot. Az összecsapás hevében majdnem minket is likvidál a JTF egyik raja, de szerencsére időben sikerül azonosítanunk egymást. Az kóboly! Jó! Immediate medical assistance needed. Két találat, a darálóban a kamera is kapott egyet az arcába, puszta szerencse, hogy nem lett használhatatlan a videó hátralévő része. Csak nyújj hozzá! Nehezen, de végül meg tudjuk tartani az ellenőrző pontot, és annak segítségével vissza tudjuk állítani a három életét. Ezt követően Vödör ügynökkel indul vissza a parancsnokságra. Mivel a sakál személye továbbra is ismeretlen, így fenntartásokkal kezelünk minden találkozást a civilekkel. Igazoltatásokkal próbáljuk kiszúrni a renitenseket, de vannak, akik rendre igyekeznek minket behúzni az ellenfél csapdájába. Álljatok meg! Álljatok meg! Álljatok meg! Álljatok meg! Igazoltatás! Igazoltatás! Itt kontakt! Ezt? Subject located. Fedezlek. Parancsnok utasítására bekísértük a civilt elbeszélgetésre, de a sakára vonatkozó értékes információkat nem sikerült megtudni tőle sem. Mindezek után jelentést kaptunk arról, hogy a fosztogatók és a Black Tusk nyomást gyakorol a parancsnokságra, nehezítve a JTF rajok és az ügynökök szabad mozgását. Hello? Feladatunk az volt, hogy támogassuk a JTF rajokat a parancsnokság előtti terület felszabadításában. Na, aki az épületben van a falok, de mögötte az ablakokon túl, ott van az a palánk. Ott van élőállása. Agent out of action. Marad, aki itt szórakoztatom a ütöt. Nagyon észnél kellett lenni a célpont azonosítással, a civilekre nem lőhettünk rá, és ők szívesen mászkáltak a fosztogatókkal. Sokszor csak azokra lőttünk, akik ránk lőttek, de így lépés hátrányban voltunk. Okay.
Ez az ajtóban vannak, ajtóban. A csata közben bekövetkezik a legrosszabb. Elveszítettünk két ügynököt, akik innen már ellenünk harcolnak tovább. Alert! A member of your team has disavowed division affiliation and unmarked as rogue. Tudtam, hogy ez lesz! Továbbra is próbálunk teret nyerni, visszaszorítani az ellenfél csapatait. Megvolt szerintem? A megszerzett séd-technológiáknak köszönhetően az ügynökök már tudnak medikálni, így igyekeztem játékba hozni a kilőtt JTF Tower-t. Heves tűzharcban, komoly veszteségekkel, de végül sikerült visszaszerezni az irányítást a parancsnokság körül. Most bár a játékból kiestem, legalább karikát nem veszítettem. Ekkor kaptam meg az utolsó feladatomat a játékon. Mindössze két GTF tag kísérletében észrevétlenül kellett eljussak a bunkerbe, és ezzel felderítenem a sakál személyazonosságát. Miután sikeresen megérkeztünk, lerádióztam a pozíciónkat. Enti a HQ-nak, megérkeztünk a bunkerhez. Egy kérdésem hozzád. Persze. Csak egy pár éve kiakadod a cipőfűzőn. Egy jó ügynök ott segít, ahol tud. A cipőkötős küldetés után végül megkaptuk rádión az információt, hogy a sakál személye nem titok többé. Viszont csapdába kerültünk. Épp a bunkerhez tartottak a fosztogatók, melléjük szegődve a Black Tusk és az átállt két ügynök. Esélyünk sem volt innen élve visszatérni a parancsnokságra, az életünkkel fizettünk, de a küldetés sikerült. Gazdám! Jó, nem muszáj. Oké. Igen, ne figyelj, szóval! Ágold! Ne haragudj, testvérem! Lőd le! De? Néha figyelni kell a prioritások. Mennyit? Nekem most a pénz. Mennyit fizettek? A játék végén egy szerencsés véletlennek köszönhetően a többieknek sikerült a sakált bevinni a parancsnokságra, illetve a három ellenőrző pontból kettőt mi uraltunk a játékon. Így bár ezen a játékon szerintem mindenki nyert, aki eljött, mi egy hajszállal jobban nyertünk. Ha tetszett a videó, nyomd meg a like gombot és iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a pályán. Szevasztok!